Na, csánépek, mindenmentes szerveket kívánok. Most egy kis tutoriál videót próbálok nektek összeütni a modolásról. Igen, kamerát nem láthattok, mert fölösleges, nem akarok kitakarni úgymond semmit a láthatóságból. Nem mindenkinek, nem mindenki feltétlenül nagy modder, nem biztos, hogy tudja a mi és hogyan lépéseket. Most megpróbálok egy kis egyszerű úgymond modpakot összevarázsolni a vodhoz. Na, általában én két oldalról szoktam letölteni a modokat, amiket használok. Az egyik a whatsite.net, ami jelenleg is rajta vagyunk. Ez egy orosz oldal, de nem kell megijedni, teljesen legális. A Google a barátod, tehát le tudod fordítani, és itt nagyjából megvan minden, amit én szoktam használni. Nyilván pár mód nincsen meg, mert régebbieket is használok, de újat nem készített belőle senki, és így kénytelen vagyok a régi egy-két régi modot használni. Na, innen például a modpakkontban szoktam javarészt használni a célzó mód. Ha jól emlékszem, nem is tudom melyik, talán harpoon célzó módot szoktam használni, de rengeteg másfajta dolog van, amit ki kell, vagy ki lehet próbálni, nem muszáj pont azt, amit én szeretek, de ezzel az oldalról legálisan hozzá lehet jutni, ezt a célzó módot szoktam használni. Most olyan módokat fogok majd letölteni, amihez nem kell úgymond bemenni a játékba, mert nincsen kedvem hozzá. Tehát most a célzó módot én ki fogom hagyni a letöltésből. Azt, amit még esetleg, tehát itt mindenfélet megtaláltok. Az ikonokat, a tank ikonokat, célzó módot, motor és ágyú hangokat, damage paneleket. Ezek mind legálisan letölthetők. Javasolni tudom. Itt van például a tankikomból kismillió fajta, ezt is nyugodtan le lehet töltögetni, amelyik éppenséggel tetszik. Jimbos az például nagyon jó, azt is szoktam használni, de általában a Riskinettől szoktam ezt használni, ugyebár a videókban láthattátok, hogy erről van szó. Na hát a hangmodokban is van kettő, amit úgymond tudok javasolni, a történelmi cuccok. Ebből van egy párfajta variáció, és a Thunder Guns, a dübörgő ágyuk. Itt is van benne egy valagraoló verzió. Ki mit akar kipróbálni, tehát láthatjátok, hogy itt rá lehet tesztelni, hogy melyik a tuti. Én általában ezt szoktam használni, mert nekem nyilvánvalóan az orosz kommunikáció nem nagyon kell. Na, jó, nézzük, akkor ez volt az egyik oldal. Na, a másik oldal a vg.mods.net, ő is egy legális modos oldal, damage indikátor, ezt is szoktam használni a modpakba. Itt is van egy csomó variáció, tankskinektől elkezdve mindent, amit akartok, gunmark mód, na például ezt kipróbálom, tehát mindenképpen töltötök le, a verzió számra figyeljetek. Nem mindegyik kompatibilis a régi verzióval, persze van olyan. Most ezt például letöltjük. Letöltöm, megmutatom. Ennyi lenn is van. Egy adott mappát választhatok, hogy hova akarjátok úgymond letölteni a modokat, és meg is mutatom, hogy hogyan kell használni, és mit hova másolni. Elméletileg előkészítettem mindent a könyvtárba, tehát most van egy csontszűz 0 km-es modom, vagy hát fájlom a boton belül, hogy igazából tesztelni tudjuk a dolgokat. A hatodik érzék, mindent, amit akartok, megtaláltok, betöltőképernyőnek a keresztek, vagy a tököm tudja micsodák, a HD map, a minimappok, rengeteg marhaság van, tankikonok ugyanúgy, skinek, bármi 3D-s modellek, amit nyilván úgymond csak te látsz, például a visszaszámlóra, ezt is nagyon szoktam használni, a csatákból kilépő dolgokat. Megpróbálok még olyat letölteni, hogy elég legyen hozzá a garázs igazából, de meg lehet változtatni például a legénység ikonokat, az értesítés üzeteket, ugyanamit az én videóimnak is az elején lehet látni. Próbálok olyan értelmeset keresni, amit meg tudok mutatni a garázsból, mert nagyon nincsen... Ja, igen, az ikonok például, ez is nagyon jó kis mód, még át kicsit a zászlókat átvariálja, azt hiszem benne, amikor mentek a fejlesztési fába. Rengeteget lehet vele igazából, vagy sok-sok órát el lehet baszni vele, míg az ember a size szerint megcsinálja a módpakját. Itt vannak például a legénység ikonok megváltoztatása, a dögcédulák,
Most valaki tényleg olyasmit keresni, amit úgy viszonylag könnyen meg tudom mutatni, például a, tegyük fel a Tortoise-nak az ikonját például, vagy a 3D modelljét át fogja alakítani, van ez Scorpio-gi ez, meg egy valagra való cucchoz például lőszerikonokat, ezt is még a garázsban meg tudom mutatni, mert most nyilván nem nagyon van kedvem, még tápénz alatt vagyok, és úgy viszonylag keveset bírok játszani és ülve lenni, mert nagyon fáj az oldalam, az izomgyulladás rendkívül kibír velem baszni, épp hogy csak fel tudom venni gyakorlatilag a kapott videókat, jó pár embertől kaptam videókat, köszi srácok, hogy e-mailben is beszéltünk, nagyjából akkor lesznek a feltöltések, amiket mondtam, május és június. Nem azért, hogy kikúrjak veletek, egyszerűen annyi videó előre fel van már töltve nekem, hogy gyakorlatilag nem fér bele a, úgymond a napi videókba, hogy feltöltsem nektek, úgyhogy sajnálatos módon kicsit várnatok kell. Ez a dolog, ez régebbről indult annak idén, mert nagyon megtelt hamar a Winchesterem, és kénytelen voltam úgymond előre feltöltögetni a videókat, mert egyszerűen nem volt gyakorlatilag helyem, és ez még mindig úgymond megy előre folyamatosan, ugyebár nyilván a helyzeti előnyöm van, mert fel van töltve egy valagra való videó. Ó, de ez jól néz ki ez a izé. Canon Jäger modell, ezt is letöltjük. Na hát talán ennyi elég is lesz, láthatjátok, hogy már van egy csomó, és megmutatom, hogyan is kell őket igazából, és hova kell úgymond bepüttyögtetni, ezek pedig már a régebbi verziókhoz vannak, láthatjátok, hogy pirossal is jelzi. Le lehet őket töltögetni, van amelyik működik, van ami nem, általában a tankskinek azok működnek verziótól függetlenül, azokat érdemes, hát nem azt mondom, hogy érdemes letölteni, akinek tetszik, nyilván letölti. Na ez volt igazából a két oldal, amit úgy szoktam használni, meg persze van némi saját régebbi modom, ami maradt. Na! Itt is van, láthatjátok, hogy én már csináltam egy olyan mappát, hogy test mappa. Ebbe töltöttem le a módokat, mert általában itt vannak benne az 1.23, tehát én úgy szoktam csinálni, hogy az aktuális verziószámhoz külön csinálok egy mappát, és akkor oda töltögetem le a módokat. Na, nézzük. Elő kell keresni, ki hol tartja a votot. Nálam van egy, azt hiszem, egy terrás SSD, mint fővinyó, van egy terrás SSD a programoknak, és van egy terrás szintén SSD a meglévő, elkészült vagy folyamatban lévő videóknak, nem nincs is benne semmi titok, most jelenleg ennyi videó vár úgymond feltöltésre, most a táppénzzel feltöltögettem jó pár darabot, láthatjátok, hogy kismillió videót még fel kell töltögetni, de most nem is erről van szó. Nézzük, elő kell keresni ugyebár a VOT-ot. Nálam egyszerűen van így meg, a worldungstanks.eu.faszomba, mindenkinek ott kell megkeresni, ahol nyilván letelepítette. Kétfajta mappát kell megkeresnünk, a MOC mappát és a ResMOC mappát, mert általában a modoknak a nagy rész ebbe a kettőbe fog bekerülni, abba is inkább a MOC mappába. Láthatjátok, itt vannak a régebbi verziók, itt van a jelenlegi az 1.23.1.0, hot üres, tehát gyakorlatilag semmi nincsen benne, és ugyanígy megvan a ResMOC mappába is, tehát teljesen gyakorlatilag hot üres. Ja, még amit még szerettem volna, még hogy azért jók legyünk, pillanat türelmet, visszamegyek majd a teszt mappába, így van. Aki netán úgymond akar XVM-et, az annak itt fog működni. Én így szoktam csinálni, a Google-be, hogy XVM. Itt elméletileg, ha akartok, akkor beléphettek. Tehát most én tök speciál, nyilván be vagyok én lépve az akuntomba, mert itt lehet ugyebár frissíteni, mert az XVM-et 12 nap után vagy 14 nap után, nem tudom, mindig újra kell frissíteni, mert lejár. Na, rá kell menni a Download XVM-re, ez ne zavarjon meg titeket ez az oldal, nem kell vele foglalkozni. Ez is megvan már így reklámozva ez az oldal egy ideje, de nem probléma. Ezzel nem kell foglalkozni. Na, itt el lehet dönteni, hogy ilyen igazából a jelenlegi verzióhoz melyiket akarjátok, a telepítőset, vagy a bemásolósat. Én a bemásolósat szoktam választani, mert abban úgymond nekem van egy kis szerkeszteni valóm is. Jó, nyilván az installosban is meg lehet szerkeszteni, de nekem a bemásolós jobban fekszik. Na, akkor ez is megvan, de akkor a netes részével úgymond végeztünk is. Nézzük, ugyebár meg is van, XVM, nagyon jó. Akkor, ResMOC-ban vagyunk, ez most egyelőre nem kell nekünk. Bemegyünk a MOC-ba. Nyilván semmi nincsen a mappán, most akkor teszünk bele egy XVM-et. Ez a leste, ez nem tudom micsoda, nem is kell vele foglalkozni. A VG-s verziót kell használni. Láthatjátok, itt is a kettő fő mappa megvan, a MOC és a ResMOC.
nem olyan nagy kaland, kicsomagoljátok, áthúzzátok. Ha nem akartok X-filmet, nyilván ez a folyamat nem kell, ha akartok, akkor meg ugyebár be kell lépni és aktiválni kell ezt a dolgot, ez nem fog magától működni. Na, a moc mappát, hát nyilvánvaló, ugyanúgy leballag az ember megkeresni a res moc mappát, tök üres, semmi baj. Ezzel a fájlal nem kell foglalkozni, ez ott üres, ebben semmi nincsen. Nekünk az alatta való kettő mappa kell, a config és a moc. Egyszerűen csak ide átmásoljátok. Én Commanderből dolgozok, de ezt nyilván meg lehet oldani saját gépből vagy bármiből is. Nekem ez mindig is egyszerűbb volt. És elméletileg így lesz XVM-ünk, ha minden igaz. Na, nézzük is akkor. Ez például egy HD modell, ez a Canon JAG5-ös, vagy 105-ösnek a modellje. Papíron ez a resmóc mappán megy be, attól függetlenül, hogy ő nem ír semmit, de higgyétek el, ez szerintem oda fog menni. Na nézzük is, scripts és vehicles. Hát elméletileg szerintem ez nem teljesen az egyszerűbbeknek való, aki nem csinált ilyet, de szerintem papíron igen, mind a kettő ide fog menni, gondolom én. Ezt a HD modellt még nem használtam, nyilván ezt is ki kell tapasztalni, mert van egy-kettő olyan dolga, mert még én sem találkoztam, pedig egy ideje modolok. Na például ez a lettershell ikon, ez megmutat, ez a lőszer ikonokat fogja megváltoztatni. Ez a fájlból ítélve, ez nyilvánvalóan a mocba fog menni, legalábbis számomra nyilvánvaló. Ezt meg is lehet látni majd a garázsba. Elméletileg meg fog változni a lőszer ikon. Na, igen, ez is ide fog jönni. Ez például a Turtle MK1-nek egy 3D-s skinje. Ő is a moc mappába megy. Ez nagyon, nagyon egyszerű kis tutoriál, nyilván nem olyan részletes, mint kellene lennie, de viszont szerintem eléggé jól érthető és látható, hogy mi is történik. Ez pedig a kiválóság jeleket fogja megváltoztatni a gyáriról egy ilyen katonai rangosra, mint amit a videóban is a videómban is szoktathatok látni, és mindig ezekkel a mappákkal kell úgymond operálni. Nem mindegyik egyértelmű, hogy hova kell másolni őket, ezt én már egy ideje úgymond rutinból csinálom. Most ez a pár darab mód elég is, ezeket elméletileg papírforma szerint láthatjuk majd a garázsban megnyilvánulni. Ez viszonylag egy nagyon egyszerű mód pak, amit így össze harácsolok nektek. Nyilvánvaló ez csak bemutató jellegű. Mindenki úgy és ahogy akarja, úgy modolja a gémet, vagy ahogy nem akarja. Teljesen a saját szájjézére lehet állítani a modokat, az egész hóbelebancot, ki hogy szereti. Szerintem tapasztaljátok, hogy nagyjából én milyen modokat használok. Magyar hangon nyilván azt most nem raktam bele, mert teljesen fölösleges betöltőképernyők, csataindító gomb, meg mindenféle maraságok, lőszerikonok, a tankoknak a garázsban lévő skinét meg szoktam változtatni. Nekem így tetszik, persze, sok a mód, meg hát minek modolsz, azért meg tudom csinálni, kettő meg legális. És sok éven át modoltam, modolok, és ameddig legális lesz, fogom is csinálni, meg ameddig találok számízelmére való modokat, mert nekem így tetszik. A másik, nekem a gyári, az nekem mindig is utálatosan szar szintelen volt, és túlságosan egyszerű. Kicsit a színesebbet és a testre szabhatóságot sokkal jobban szeretem. De hát szerintem mindenki így van ezzel, aki akárki bevallja maga, vagy akárki nem, ez akkor is így van. Nekem így tetszik. Na, ha netán belépünk a garázsba, akkor elméletileg nem ugyanaz lesz a kinézet, mint ami ez a mód nélküliek szoktak. De hát ha belépek, vagy belépne végre ez a szar, akkor meg is tudnám mutatni. Ha, belép. Na jó, hát szerencsétlen gépem egy kicsit régi már és öreg. Na, tökéletes, igazából bent vagyunk. Láthatjátok, hogy az XVM az aktív, itt ki is írja a statisztikát. Kinn is van. Hát ismeretlen persze, de javarészt azért kiírja a szinteket. Láthatjátok, hogy az ikonok azok meg is változtak. Mondjuk itt tök speciál nem, ez csak erre a kis kijelzésre vonatkozik. Na nézzük, itt van például a Turtle MK1. Láthatjátok, hogy egészen más. Hát már aki persze ismeri ezt a Verdát, láthatjátok, hogy egészen
jóképűen meg van csinálva ez a 3D skin, nyilván ez csak egy skin, nem ad hozzá neked semmit, sem az átcsázáshoz, sem semmi, ez csak egy skin. Elméletileg valahol, mi is volt a másik, ki a Kanonen Jäger? Elméletileg az is valamerre megvan valahol. Na, mindjárt előkeresem, és akkor talán annak is a skinje megváltozott. Hol a faszomban Kanonen Jäger 105. Hát ez akkor, ez nem sikerült ez a HD mód, mert nem mindegyik skint kell bemásolni a mods mappába, valamelyik a res módba megy. Hát lehet, hogy ez a mód vagy hibás, vagy még nekem kell rajta dolgoznom, mert én ezzel még úgymond nem találkoztam. Gyakorlatilag igen, tehát az X-film látszik, hogy aktív, ki van írva tankok statisztikája, egyebek, meg mit tudom én, a lőszerikonok is megváltoztak. Gyakorlatilag igazából ennyi, egy egyszerű kis modpakot így össze lehet pikpakra úgymond bazseválni, hegeszteni. Nyilván lehetne még részletesebb is, de majd egyszerűen talán nagyon úgymond jobban össze leszek szedve, akkor fogok talán csinálni egy nagyobb és részletesebb modpak összeállítást, de szerintem ez is úgymond jó, de szerintem igazából értető voltam. Ezt a két oldalt javaslom, hogy szedjétek le igazán, vagy szedtettek le modokat, mert teljesen legális és teljesen jó, nincs velük hiba, és gyakorlatilag úgymond teljesen jól használhatók. Nyilván az orosz oldalról el kell tudni igazodni, az megint más kérdés, de lefordítjátok a Google-el, és akkor teljesen jól fog működni. Gyakorlatilag szerintem ennyi volt ez a kis videó. Remélem érthető volt, remélem használható, remélem tudtam ötleteket adni, segítséget nyújtani, aki tényleg akar egy kicsit modolgatni. Csá népek!